Szuper. Nos, az én előadásom mai címe, hogy mit tud az óvodáskorú a testéről, és hogyan készíti fel a szemét az olvasásra. Több témát is fogunk érinteni, de kezdjük azzal, hogy... Három-négy éven. 2019-ben elkezdtem az egyetemet, itt a Pécsi Egyetemen a KPVK karon óvodapedagógus hallgató vagyok jelenleg is, és idén fogok végezni. Ebben az évben már gólyaként jelentkeztem az Éjes Gyula szakkollégiumba, ahol felvételt nyertem, majd 2020-ban a Chris Bacher Ildikó ösztöndíjasa lettem, illetve a Kari Tudományos Diákköri Konferencián második helyezést értem el. 2021-ben a Chris Bacher Ildikó Tehetséggondozó Program ösztöndíjasa lettem, illetve jelenleg is az vagyok, és idén kineveztek és megválasztottak az Éjes Gyula szakkollégium tisztségviselőjének. És hát 2022-ben fogok publikálni, idén fogok diplomázni, és szeretnék tovább tanulni is. Hogy milyen előnyökkel járt, illetve milyen sikereim voltak ebben az időszakban? Ugye említettem a kettő ösztöndíjat, a Chris Bacher Ildikó ösztöndíjat, illetve a Chris Bacher Ildikó tehetséggondozó programot. Részt vettem a 2020-as Kari Tudományos Diákköri Konferencián, illetve a 2021-es Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége őszi jubileumi konferenciáján voltam előadó. A kutatási témáim a testsíma fejlődési sajátosságai óvodáskorban, vagyis mit tud az óvodás a testéről, illetve a diszlexia előjelezhetősége óvodáskorban, vagyis mennyire ügyes az olvasás, vagy az óvodás szeme ahhoz, hogy beletanuljon a betűk világába. Miért és hogyan kezdtem el kutatni? Hát a konzulensen dr. György Enik felvetette az egyik pszichológia óránkon, hogy van egy ilyen lehetőség, és mindig is érdekelt az önbizalomhiány területe, és igazából a tanárnő hatására, illetve az általa említett kísérlet hatására kezdtem bele a dolgokba. A testsíma fejlődési sajátosságai óvodáskorban. Miért döntöttem a téma mellett? Ugye, mint említettem, az eredeti elképzelésem az önbizalom hiány kutatása volt, viszont György Enikő ajánlására kerültünk át a testsémához, mivel hogy ez egy kutathatóbb és színesebb téma, ami esetleg jobban jelen van az óvodások körében. De mi is ez a testséma? Az ismétlődő tapasztalatok során a testmozgás és a testhelyzet mint egységes egész jelenik meg a tudatban. Ezt a tudást, illetve érzékleti tapasztalatokat nevezzük testsémának, vagy más néven vizuális posztruális testmodellnek. És a testrészek relatív pozíciájának dinamikus reprezentációja. De ez hol és miben jelenik meg? Hát a tájékozódásban, az írásban és olvasásban, illetve a testünk megismerésénél van szerepe. Mit kérdőjeleztünk meg, és mit vártunk? A kérdéseink, hogy mekkora különbségek vannak az életkori övezetek között, és melyik teszt mutatja meg leginkább a testsíma fejlődési sajátosságait. Céljaink az adatgyűjtés volt, illetve a figyelemfelhívás. A vizsgálat alanyai. 79 óvodáskorú gyermekkel végeztem el a felmérést. Az átlagos életkoruk 5,12 év volt, közülük 39-en voltak fiúk, és 40-en voltak lányok. 27 kis csoportossal, 29 középsőssel és 23 nagy csoportossal végeztem el a feladatokat.
De hogyan vizsgáltuk? Hát két módszerünk volt. Az egyik a kérdőíves módszer, amikor pszichológiai szülői kérdőíveket adtunk ugye a szülőknek, amikben felmértük a gyermekek helyzetét és a fejlődését. Illetve a másik, egy funkcionális játékos, és hát funkcionális és játékos feladatokat készítettünk, amikben a testábrázolást, a rajzolást, az emberi test összeillesztését, a fej kiegészítését lettük fő szempontnak, illetve a testrészeinknek a megismerését és a tudását. Hogy hogyan játszottunk, ehhez csatoltam képeket, amin megtekinthetőek az egyes feladatok. A fej részeinél látható a kisfiú és a kislány, és készítettem hozzá szemeket, orrókat, szájakat, illetve füleket, és a gyerekeknek kellett helyesen összeilleszteniük. Aztán volt az emberi test feladat, ahol az emberi figurákat 6 részre vágtam szét, és a gyerekeknek helyesen kellett összeilleszteni őket. A testábra feladat során az általam meghatározott testrészeket kellett megjelölniük, illetve az arcrajzolásnál a saját arcukat kellett emlékezetből lerajzolniuk. Illetve volt még a testrész kombinációk nyitott és csukott szemmel. Én megadtam a gyermekeknek, hogy melyik testrészüket kell megérinteniük, és melyik oldalon. Aztán volt a szőnyeges feladat, ahol a kezüket és a lábukat a megfelelő irányba kellett a szőnyegre helyezniük. Illetve volt a testhelyzetek feladat, ami tudásunk szerint az akkori, illetve a jelenlegi tudásunk szerint is egyedülálló és még nem alkalmazott vizsgálati módszer volt, illetve feladat. A különböző kivágott testhelyzeteken kellett a gyerekeknek átmenniük helyesen. Mennyire voltak ügyesek? Hát az elérhető maximum pontszámunk az 78 pont volt, és a táblázatban látható, hogy melyik korcsoportban hány pontot értek el átlagosan, viszont az jól megfigyelhető, hogy a kis csoportosok és a nagy csoportosok teljesítménye az jelentősen eltér, tehát az óvodában rengeteget tanulnak erről. Én úgy gondolom, és az a tapasztalatom az óvodáskorú gyerekeknél, hogy minél többet gyakorolják tudatosan a testsémával kapcsolatos fogalmakat, annál jobban tudnak teljesíteni a vizsgálati szituációkban, és annál magabiztosabban állnak a feladatokhoz, illetve a környezetükhöz és saját magukhoz. A vizsgálatban voltak nehézségek, mert ugye egy óvodáskorcsoportot mindig nehéz vizsgálni, mivel a gyermekenként eltérő bánásmódot igényel, és ugyanazokat a vizsgálati instrukciókat lehet elmondani minden korcsoport számára, tehát a kiscsoportosnak is, és a nagycsoportosnak is. Ugyanolyan nehézségű feladatokat kell elvégezniük, mert így tudjuk viszonyítani az életkori övezeteket, illetve amikor elkezdtem a kutatásomnak a gyakorlati részét, akkor a COVID okozta pandémia miatt szigorított körülmények voltak, ezért sok helyen nem is fogadtak, és ezért is nehezebb volt megvalósítani. Az olvasáshoz szükséges ügyesség, vagyis a diszlexia veszélyeztetettsége az óvodáskorban. Miért pont a diszlexiát választottam? Számuk rohamosan nő Magyarországon, tehát hogy az elmúlt 20 évben közel 7-szeresére növekedett a számuk. Az iskolások körében egyre nagyobb problémát okoz, illetve érdekelt az, hogy ennek a területnek a megelőzésében milyen lehetőségei vannak egy óvodapedagógusnak. A diszlexia hol és miben jelenik meg? Szerepe van az írásban, az olvasásban, annak a sebességében, pontosságában és megértésében, illetve más területein még a számolási zavar is felmerülhet. De mi az a diszlexia?
A diszlexia egy részleges teljesítményzavar, amely különböző időpontokban rendszerint az alapkultúrtechnikák elsajátításának idejében jelentkezik, és megfelelő kezeléssel megelőzhető, illetve a tünetek enyhíthetőek. Mik a következményei? A gyerekek dekoncentráltak lesznek, demotiváltak, a helyes olvasást kétszer vagy akár háromszor annyi időbe is telhet nekik, de még így sem biztos az, hogy sikerül nekik. Ezért inkább sietni szoktak, aminek az oka az, hogy a környezetük türelmetlenségét elkerüljék, de viszont vannak következményei is a sietésnek. Rengeteg hiba csúszik az olvasásukba, emiatt kudarcot fognak megélni, azaz csalódnak önmagukban, és túlérzékenyek lesznek a kritikával és a hibáztatással szemben. Teljesítményszorongás is felléphet, illetve a szociális inkompetencia érzés is megjelenhet. Mit kérdőjeleztünk meg, és mit szeretnénk a kutatással? A megelőző szűrések próbáinak elvégzését szeretnénk megcsinálni, amiknek a segítségével kiszűrhetőek a veszélyeztetett óvodáskorú gyerekek, illetve szeretném megvizsgálni a kapott eredményeket, hogy milyen összefüggő hatásokat követnek, ami később hatással lehetnek a fejlesztési tevékenységekre. És hogy hogyan fogjuk vizsgálni? A vizsgálat során a csökkent olvasási teljesítményt fogjuk összehasonlítani a térorientációs teszttel. Az óvodásokkal felvesszük a diszlexia előrejelző gyors tesztet és a vizuális téri tájékozódás tesztet, és megvizsgáljuk, hogy van-e összefüggés az előrejelző gyors teszt pontszáma és a téri vizuális képességek között, illetve ezeket kognitív profiltesztel fogjuk ellenőrizni, illetve állatos optikai illúziókkal egészítjük ki, mint ahogy a következő dián is látható, Shepard Elefánt című alkotása. Ha megfigyelik, akkor látható, hogy ez egy eléggé megtévesztő alkotás, hiszen nem feltétlenül lehet érzékelni, hogy az elefántnak hol is van a lába. Nos, ehhez hasonló optikai illúziókat készítettem el, és ezeket fogjuk alkalmazni a gyerekeknél. Egy kis visszatekintés, tapasztalatok és a jövőbeni terveim. Mit adott nekem a tudományos munka? Rengeteg remek ösztöndíj lehetőséget adott, illetve elnyert ösztöndíjakat. Egy nagyon jó közösség tagja lehetek, és igazából egy második családra találtam. Kiváló fejlődési lehetőségeket nyújtott nekem, illetve több kihívás is felmerült az utam során. Itt ki kellett lépnem a saját komfortzónámból, illetve a problémákat meg kellett oldanom minél hatékonyabban és minél gyorsabban. Ezek úgy gondolom, hogy a személyes fejlődésemet is elősegítették. És hogy hogyan tovább? Hát, ugye ebben az évben szeretnék publikálni, a jelenlegi kutatásaimat szeretném lezárni, további területeket is szeretnék kutatni, illetve van egy olyan továbbtanulási szándékom, hogy itt a PTE KPVK karán gyógypedagógiát szeretnék tanulni, amire be is adtam a jelentkezésemet. És végül köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok.